Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, ez itt a Siesta Plusz a Nyíregyházi Televízió műsorán. Érdemes lesz velünk tartani, számos izgalmas témával érkezünk ma is. Többek között hamarosan érkezik hozzánk Kosik Anita és a diák polgármester is. Kezdésnek pedig zenei téma. Szeretettel köszöntöm első vendégemet, Turcsán Andrást. Én is köszöntök mindenkit. Zene Sóston és téren nyáron, ezek folyamatos zenei elemei, illetve program kínálata Nyíregyháza pezsgő életének. Picit először a Zene Sóstonról beszélgessünk. Milyen programok, koncertek valósultak meg eddig idén nyáron? Hát szám szerint most nem tudom megmondani, hogy mennyi valósult meg, de volt már, szerepelt az Ad Hoc Team, ma lesz Csernák Tibi és felesége. Tehát ez így lesz, illetve volt már No Dress Code Akusztik, nem tudom, nem jut eszembe most minden, úgyhogy folyamatosan csináljuk. A sóstói piac elengedhetetlen eleme, ugye a Zene Sóston, már több éve vagytok kint, és mesélj nekünk egy picit arról, hogy hogyan indult ez a kezdeményezés, hogyan jött az ötlet, hogy kiviszitek a zenét Sóstóra. Ez igazából úgy jött ez az ötlet, hogy ezt mi a Kossuth térre szerettük volna vinni ezt az egészet. Akkor megkerestük a várost, hogy mi szeretnénk egy ilyet szervezni, erre kértünk támogatást, stb. Nem jött össze, és aztán jött az ötlet, hogy akkor Sóstó, az valahogy már jobban bejött, és akkor elkezdtük oda szervezni a város támogatásával, illetve a kulturális központ támogatásával, mert először még úgy volt, és akkor egy ilyen csonka évad elindult, tehát ilyen 10 koncert, vagy már nem is tudom, hogy, ami elég sikeres volt, és következő évben már ha jól emlékszem, teljes nyáron ment, és 20 előadás volt. Most pedig ebben az évben, mert ez az 5. évad, amit csinálunk. És szinte elengedhetetlen már a Sóstóra látogatók számára, hogy valamilyen zenét, dallamot halljanak. A tavalyi évben talán többször is voltatok egy héten, 2-3 alkalommal. Igen, mert tavaly ugye a járvány miatt később tudtuk elkezdeni, de mindenképpen szerették volna, hogy megvalósuljon ez is, illetve tavaly elkezdtük a belvárosi programot, amit eredetileg szerettünk volna, és ez lett a téren nyáron. Egyébként ennek eredetileg is ez volt a neve, csak hogy mivel Sóstóra került, nem ez lett a neve. Ez viszont egy pályázatból valósult meg, amit az idén fogunk befejezni, de szeretnénk folytatni, ugyanis pályáztunk megint egy másik helyen, és reméljük, hogy mivel hogy van múltunk, reméljük, hogy jó eséllyel indulunk. Illetve még egy nagyon fontos dolog, hogy nagyon szeretnénk Sóstóra gyerekprogramokat, mert hogy nagyon sok kisgyerekes család van kint, főképp hétvégén, és vasárnapra szeretnénk egy évadban egy ilyen 8-10 gyerekműsoros koncertet, amire szintén lennének helyi előadók, zenekarok, csak eddig erre még nem kaptunk szabad utat. Reméljük, hogy így lesz, és ha már a helyi előadókról, a helyi zenészekről beszélünk, ugye a rendezvények célja, a koncerteknek a célja is az, hogy a helyi zenekarok be tudjanak mutatkozni. Igen, pontosan erről van szó. Tehát itt azt láttuk évekkel ezelőtt, hogy mindenki mozog jobbra-balra, de nincs lehetőség, nem tudják őket fogadni, a szórakozó helyeken nincs olyan megfelelő színpad és hangtechnika, tehát egy csomó minden kell ahhoz, hogy valamiféle koncert legyen, akár egy kisebb klubkoncert is, és ugye Sóstó mindig volt élő zene, meg ugye a város különböző részein, de ugye ezekről a helyekről lassan eltűnt, tehát Sóstó is a legnagyobb zenés hely, a terasz évek óta zárva, tehát ott sincs semmi, és ezért gondoltuk azt, hogy próbáljuk meg a helyi zenekarokat bemutatni ott. Ez nekik is jó lenne. Nekünk egyetlen egy nagy problémánk van most, hogy nincs utánpótlás. Tehát, hogyha megnézzük a kínálatot, akkor bizony azt fogjuk látni, hogy mind-mind olyan zenekar, vagy olyan zenészekből összeverbúválódott valamilyen csapat, akik azért pár évek óta működnek, akik nem ma kezdték. Tehát a fiatalok valahogy nem foglalkoznak ezzel. Én mindig próbálom keresni őket, hogy nem csináltok valamit, nem akartok összeállni, tehát hogy mi támogatnánk ezt azzal, hogy fel tudjuk őket léptetni, mert mással nem, de sajnos nagyon kevés, tehát ez nagy baj. De hát, ha majd a szorgalmas munka eléri a gyümölcsét, és alakulnak újabb zenekarok, vagy újabb formációk, kiket láthatunk júliusban majd, akár Sóstón, akár majd a Városalapítók szobra melletti téren? Júliusban még
van egy elmaradt koncert, a Rockwise zenekar, aminek tagja vagyok, tehát az elmaradt két hete, az most szombaton lesz pótolva, illetve a Rockhajó, ők rendesen műsor szerint fognak következni. A Városalapítók szobránál pedig a Blues Balance-nak a koncertje maradt el, 3 hete, ha jól emlékszem, az most csütörtökön lesz megismételve, és pénteken, nem tudom, mindig meg kell néznem előre, hogy mikor kijön, mert nagyon sok minden van, tényleg nem tudom. Színes a kínálat, ez egy biztos. Igen. Egyébként hogyan látod, inkább nyíregyháziak vagy turisták érkeznek a koncertekre? Nagyon sok törzsvendég van, tehát nyíregyháziak, mind a két helyszínen, és nagyon sokat már személyesen is ismerek, és érdekes dolgok vannak, tehát ők nagyon szívesen jönnek, a fiataloktól egészen a 60 éves korosztályig, és szinte mindig ott vannak. Tehát a Sóstói Parkban a könyvtáros néni és a barátnői, meg a többiek mindig ott vannak. Az volt a legnagyobb bánatuk most, hogy ugye mondjuk ki felfordulás van Sóstón, eltűntek a padok, aztán szóltunk, hogy legyenek már padok, mert a nyugdíjasok nem tudnak leülni, visszakerültek a padok, és így megjöttek ők is, mert ők nem bírnak végigállni egy ilyen egy órás koncertet. Nyilván ők már korábban ott vannak, tehát ők már 5 órakor odaülnek, hogy jó helyük legyen, tehát ez nekik fontos. Meg érdemes kilátogatni hamarabbi órákban is, hiszen a sóstói piac fantasztikus lehetőséget ad, akár igen. Helyi termelők kézműves dolgaival is megismerkedni. Igen, pontosan, igen. Az augusztusi programokkal hogyan álltok, mennyire van már kész a programterv? Itt teljesen készen van, mert mindenkivel előre egyeztettünk. Itt mindig akkor van probléma, hogyha valaki valamiért kiszáll, de eddig ilyenről nem tudok. Augusztusban lesz a Dongó, erre emlékszem. Hát tényleg nem tudom, nem készültem, tényleg nem tudom fejből. Telefonomat kellene megnézni, és akkor szerintem úgy összejön, csak az most kint maradt. De érdemes megnézni mindenképpen a Zene Sóstón Facebook oldalát, hiszen ott minden esemény adott, és mindent meg lehet tekinteni. Egyébként van egy óriási fejlődés, hogy a színpad háttér az egy hatalmas óriás plakát lett, amit a Sóstó Fürdő ZRT támogatott. Ezt mindig szerettük volna, de a költségvetésből nem futotta erre, és ők ezt megvalósították. Ez azért jó, mert aki kijön, látja a teljes nyári programot, ami ugye nem változik. Ezért is fontos az, hogy ne legyen kiugrás, hogy én most nem tudok jönni, vagy valami. Úgyhogy ott nagyon sokszor az van, hogy már koncert előtt is nagyon sok a turista ott fotózza. És mindig mondom nekik, hogy a Facebook oldalunkon fent van minden, meg egyébként is meg szokott jelenni a sajtóban. De azért ők azt mondják, ez a biztos, hogyha ezt lefotózzuk. Jó. Így van, akkor vagy a Facebook oldalatokra, vagy kis Sóstóra látogassanak, igen. Az érdeklődők is ott lesznek az időpontok. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és nagyon jó hangulatot kívánunk mindkét koncert részhez. Köszönjük szépen.